Na most a kint lakók esetében ugye a próba népszámlálás kapcsán is az volt a tapasztalat, hogy nagyon nehéz őket összeírni. Nagyon nehéz őket összeírni elsősorban azért, mert mindenféle félelem működik. Ezeknek a személyeknek jelentős részének nincs ideiglenes tartózkodási engedélye, ugye ez a szép magyarsággal a flotánt, illetve hát általában az a személy, akitől bérlik az albérletet, nem köt velük szerződést azért, hogy ne fizessen ezt követően adót. Most ilyen szempontból az egyetemi hallgató is, hát mondjuk úgy, hogy nem érez erős késztetést, hogy keresse a számláló biztosokat. A házigazda, a lakástulajdonos is ószkodik attól, hogy ennek eleget tegyen. Most annyit kell tudni, hogy a népszámlálásnak a célja egy statisztikai adatgyűjtés, és ezek az adatok semmilyen formában nem vonnak, és nem is vonhatnak maguk után semmilyenféle büntetőjogi felelősséget. Nem fognak valakit azért megbüntetni, mert nincs érvényes tartózkodási engedélye, lakásszerződése, vagy a házigazda nem fizett ebből a jövedelméből adót. Úgy kell eljárni, mintha lenne személyazonossági igazolványunk. Tehát 19-e vagy 19-e környéki napokban a népszámlálási biztos fel fog bennünket keresni. Amennyiben nem talál senkit otthon, akkor egy cédulát hagy, amin jelzi azt, hogy mikor fog legközelebb meglátogatni bennünket, és hagy egy telefonszámot, hogy amennyiben nem jó nekünk ez az időpont, akkor egyeztessünk egy új időpontot. Ezekbe az albérletekbe a másik jellemző, hogy ezek nem képeznek jogi értelemben egy családot. Tehát az együttélők esetében sem mondhatjuk azt, hogy ők jogi értelemben egy családok. Tehát fontos, hogy mind a két vagy mind a több személy jelen legyen a lekérdezés időpontjában, mert az egyik együtt élők sem tudnak nyilatkozni egymás adatairól úgy, hogy megadják a nemzetiséget, az anyanyelvet és a felekezeti hovatartozást, mivel tulajdonképpen semmivel sem tudják igazolni az együttélésnek a tényét. Tehát fontos, hogy otthon legyünk a jelzett időpontban, vagy akár keressük meg mi személyesen a népszámlálási biztost, és fontos, hogy mi adjuk meg az adatainkat, hiszen amennyiben mi nem szolgáltatunk adatot, és ugye mi mondottam, arra hagyatkozunk, hogy majd otthon a szülők ezt megteszik, ebben az esetben is fel fogják venni az adatainkat, ebben az esetben is az így felvett űrlap lesz az érvényes, és ez ugye nem tartalmazza a nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti összetevőt.